Sziasztok! Érkezett a 2020, és ezzel a következő unboxingen móradás, amiben az Aruba Networks Enterprise Access pontjainak a csúcs ragadozóival fogunk foglalkozni. Tehát, kezdjük a kicsomagolással. Az 515-ösrel kezdem, ez a legkisebb testvér, ami jelen van. Ugye az 505-ös, azt nem hívtuk meg ebbe az adásba. Az tulajdonképpen a legkisebb 5-ös szériás access point. Tulajdonképpen elég egyszerű a csomagolás, nem is várunk többet. Ez egy Enterprise access point. Nem a külcsín, hanem a belvecs elsődlegesen a fontos. Ez egy ekkor access point, tisztességes méretű. Ez már az új felfogatással érkezik. Az 5-ös szériával szakítottak a korábbi felfogatási metódusokkal. Egy sokkal jobb, erősebb felfogatás sikerült megalkotni az új AP-hoz. Ennek az volt egyébként az egyszerű oka, hogy olyan súlyúak a nagyobb AP-k már, ami megkövetelte ezt az újfajta felfogatást, mivel nem bírta volna ki az úgynevezett földrengés tesztet, aminek meg kell felelni minden egyes Aruba AP-nak, hogyha kiadják. A következő testvér, az már egy jóval nagyobb dobozban érkezik, de az látható, hogy itt is elég kevés levegőt szállít a logisztikai részleg, mert ez a doboz is teljes mértékben ki van tömve access point-tal. Itt csak kapunk más, csak némi papírost, meg magát a csomagolást. De ez az AP azért már egy jóval nagyobb darab. Ha megnézitek, ez már akkora, mint a fejem. És ez még nem a legnagyobb AP. Gyönyörű, szép darab ez is. Nézzük a legnagyobbat. Úristen, mekkora ez. Ez egy szörny. Egy wireless szörny. Hát ez már nagyobb, mint a fejem. Ez az access point. Ekkora. Gigantikus méretű. Nem véletlenül. Elég sok rádió kapott benne helyet, meg antenna. Tehát. 515, 535, 555. A különbségek azok értelemszerűen a kapacitásban, a teljesítményben keresendőek, valamint a hozzákapcsolódó árakban. Kezdjük a legkisebbel. Ez az 515, pontosabban nem a legkisebbel, de a jelenlévő legkisebbel. Az 515-ös az egy 2x2-es 2.4-es rádiót kapott, és egy 4x4-es 5 gigás rádiót kapott. A középső testvér az már 4x4-es mindkét rádiós interfészen, és a Ultimate szörny az pedig 8x8-as 5 gigás oldalon, 2,4 gigás oldalon pedig 4x4-es. Van egy érdekessége ennek az access pointnak, mégpedig az az, hogy a 8x8-as rádiója az képes méghozzá automatikusan igény esetén átváltani kettő darab 4x4-es rádióra. Tehát tulajdonképpen egy három rádiós rendszerré változik, amennyiben csak a Wi-Fi interfészeket tekintjük, mert mindegyik rádióban helyet kapott egy kiegészítő egység, ami 802.15.4-es Zigbee jeleket tud sugározni, vagy BLE beaconöket tud megvalósítani, vagy pedig, ami jelenleg még kihasználatlan feature, az pedig az NFC képesség, ami minden rádióban helyet kapott. Azt még maguk az Aruba mérnökök sem tudják, hogy az NFC-t azt mire lehetne használni, de már olyan ötletek felmerültek, hogy esetleg a kontrollerbe való tulajdonképpen adoptálásnál meg lehetne csinálni, hogy még csak az SN-t sem kell bevinni, vagy beszkennelni az adott kontrollerbe, hanem csak egész egyszerűen közel érinteni a kontrollerhez az adott AP-t, természetesen áram alatt, és az NFC chip elvégezné a párosítási feladatokat. A BLE beaconről ugye értelemszerűen azt várjuk el, hogy beltéri helymeghatározást tudjunk megvalósítani vele, amiben az Aruba élen jár, azt el lehet mondani, azért ebben a szegmensben kevés szereplő tud igazán jól működni, de az Aruba jeleskedik. A Zigbee rádió az viszont ugye már az IoT felé mutat, az inkább már arról szól, hogy esetlegesen világítást vagy zárakat tudjunk az
ezen rádiók által létrehozott Zigbee hálózaton keresztül vezérelni, automatizálni, programozni. Jelen pillanatban csak az Assa Abloy integráció van kész, de azt talán említeni se kell, hogy a Zigbee-ben mekkora lehetőségek van, elég csak a Signify-féle Philips Hue-t említeni, amivel is tulajdonképpen eléggé személyre szabható okos világítási megoldásokat lehet létrehozni. Tehát, ami még egy érdekesség a Wi-Fi access pointoknál, ugye ezek már jóval nagyobb teljesítményű megtáplálást igényelnek, ezért minden access point két darab LAN-portot kapott, méghozzá nem is csak normál gigabites portokat kapott, mert a legnagyobb, az például két darab 5 gigabites rezes Ethernet portot kapott, ugye ez a 802.3bz szabvány, ami leírja ennek a működését, Smart Rate Ethernetnek is szokták nevezni bizonyos gyártók, az 535-ös szintén két darab 5 gigabites porttal van megáldva, amíg a legkisebb, az 515-ös, az 1 gigabit Ethernet interfésszel, valamint egy 2,5 gigabites Smart Rate rezes porttal van ellátva. A megtáplálásnál ugye az egy érdekes dolog, hogy komplett tápáramkört kapott mindegyik access point, tehát amennyiben nincsen nagyobb teljesítményű PoE switchünk, akkor két PoE portot tud igénybe venni egy access point, és a megfelelő áramot két porton keresztül veszi föl a switchektől, vagy pedig ugye leszabályoz bizonyos funkciókat az AP. A legkisebb megkötés az ugye a kis testvérnél van, itt ha csak AFS poét kapunk, akkor annyi a megkötés, hogy 4 wattra korlátozzuk az USB kimeneti teljesítményét, és ugye még azt meg lehet csinálni, hogyha két rezes porton tápláljuk be, akkor LACP-vel 2x gigabites kapacitás még mindig rendelkezésre áll, 2x1 gigabit full duplex lényegében. Tehát a második AP-nál, az Aruba 535-nél, amennyiben csak AT-s megtáplálást kap az AP, akkor a második 5 gigabites rezes portot tiltja le, valamint az USB kimenetet. A harmadiknál már BT szabvány szükséges, BT szabványon keresztül 38 wattot vesz föl ez az AP, ez a monstrum. Na most, hogyha ő neki csak AT-s betáplálást adunk, akkor lényegében lekapcsolja a egyik 4x4-es oldalát, tehát 4x4 marad, lényegében visszakapcsol egy 535-ös módban teljesítmény szempontjából. Nagyon fontos új feature-e a 802.11AX-nek, vagy Wi-Fi 6-nak, ami ugye minden AP sajátjának tudhat, hogy az OFDMA lesz az a legfontosabb feature talán, ami miatt a legtöbb kapacitás növekményt tudjuk elérni ezen szabvány alkalmazásával, ami lényegében arról szól, hogy az adott 20-40-80 MHz-es sávszélességünket, amit használ az adott AP, ezt úgynevezett subcarrierekre bontja, és több kliens csomagjait tudja beletölteni, ezáltal egy sokkal hatékonyabb kihasználása történik meg a rádiós térnek, az airtime-nak pontosabban. A nagy AP-k, a 35-ös meg a 55-ös, az 37 kliens csomagját tudja beletenni egy rádióadásba, amíg a kisebb az csak 16. De már ez is elég érdekes szám, ha belegondolunk. Korábban ugye a MoonMIMO kapcsán, amit szintén mindegyik rádió támogat, 2-4 klienssel tudott egy rádió egy időben kommunikálni. Itt, ami az újdonság MoonMIMO téren, az pedig az, hogy Upload MoonMIMO is megvalósítható az AX szabványnak köszönhetően, de csak a nagyobb testvérek tudják ezt a feature-t megvalósítani. Hova is ajánlhatnánk ezeket az access pointokat, amik egyértelműen a kínálat csúcsát képezik most a Wi-Fi szegmensben, gyártótól függetlenül. Mindenképp a high density, vagy pedig azon telepítésekhez javasoljuk, ahol azt szeretnénk elérni, hogy letelepítjük, és akár 5 év múlva is még az access point fog ott teljesíteni szolgáltat, mert ha nem olyan nagy a terhelés, az 5 év múlva jelentkező megnövekedett kliens számot is tökéletesen le fogják tudni kezelni ezek az access pointok, amikor majd az új szabvány
ami a wifi hatót leváltja, esetleg előkerül. Rádiónként 1000 klienst tud lekezelni a legnagyobb testvér és a középső. Ugye az ilyen ennél 2000 fölött, mert ugye ketté tud válni a 8x8-as rádió. Ennél az 2000 klienst jelent, mert ugye két rádiója van. Ennél pedig 500 per rádió, tehát 1000 klienst kezel le az Access Point. Ez elképesztően nagy szám. Nagyon nehéz olyan helyet találni a mai világban, a fesztiválokat leszámítva esetleg, ahol erre szükség van jelen pillanatban. Itt inkább az időtállóság és az extrém körülmények azok, ahova ezek az AP-k valóak, és ahol igazán meg tudják mutatni, hogy mit is képesek létrehozni, milyen wifi hálózatot. És akkor röviden listaárakat fogok mondani az AP-khoz. Ugye az Arubánál projekt alapon működik az árazás, tehát minél nagyobb projektet építünk bármiből is, annál nagyobb kedvezményeket lehet elérni. Ezzel kapcsolatban keressétek a kiemelt kapcsolattartótokat, hogyha valamilyen rendszert kéne tervezzünk nektek, vagy árazni csak. A legkisebb AP az 1026 eurós listaáron érkezik, a középső az 1323 euró, és a legnagyobb testvér az 1771 euró, hát azért ez már tisztességes. De ha azt veszük figyelembe, hogy tulajdonképpen ebben azonnal három AP-t kapunk, vagy inkább kettőt azt mondanám, mert két 5 gigás, meg egy 2-4-es van benne, ezzel hát nagyobb előadókat is akár egymagában képes lefedni ez a szörny. Köszönöm figyelmeteket, ebbe az adásba ennyi fért. Most az Arubának a csúcs AP-ival foglalkoztunk. Bármilyen kérdésetek van, keressetek meg minket. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, nyomjátok meg a csengő gombot, és értesüljetek a legújabb videóinkról is. Sziasztok!